Ez a második világháborús gránát okozott fennakadást csütörtök este a fiskális úton. Az éles oknavetőt a tűzszerészek nem tudták elszállítani, ezért a helyszínen semmisítették meg. Hogy a robbantás miatt senkinek se essen baja, a környéken élőknek el kellett hagyni otthonaikat. Leesett az eső, egy rendőrautó odajött, már mondták, hogy el kellene menni a bokba, de mi nem akartunk a feleségemmel, és egy rendőrautó odajött, és akkor abba beülhettünk, és akkor ott vártuk meg végig. A kiürítést a rendőrség és a katasztrófavédelem szakemberei közösen végezték. A területet azonnal lezártuk a rendőrség segítségével, a tűzszerész 150 méteres körben határozta meg a kiürítési területet. Ezt mi meg is tettük, 34 lakóingatlant érintett ez a körzet, mintegy 64 lakost szólítottunk fel a lakhelye ideiglenes elhagyására. A gránát 150 méteres körzetében lévő 34 házból 64 embert kísértek a szerkezet hatótávolságán túlra az egyenruhások. Az érintettek a vokban várták, hogy visszatérhessenek otthonaikba. Felvette a védelmi tiszt a kapcsolatot Székesfehérvár polgármesterével is, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy ellátásban részesüljenek ezek a lakók, és ásványvizet, illetve különböző szendvicseket osztottak a részükre. Az aknavető gránátot este 9:30-kor robbantották fel, és nem sokkal ezután a lakók is hazamehettek.